A terhesség időszaka számos kérdés és bizonytalanság elé állíthatja a leendő szülőket. A 9 hónap folyamán, valamint a szülést követően is fontos a megfelelő információk és a támogatás elérhetősége. Što se tiče porođaja, ja sam se trudila u početku da ne čitam mnogo toga, da ne bih nakupila strahove. Međutim, sad kako se približava, čitam, učim, radim raznorazne neke vežbice, čisto da ja budem spremna, da ono što bude do mene, to odradimo kako treba. Sokan az internet segítségével igyekeznek minél több információhoz jutni, azonban fontos, hogy a leendő, fiatal szülők a megfelelő helyeken keressenek válaszokat a kérdéseikre. Svakako da postoje dezinformacije, ali mislim da sada postoje jako puno načina i da se dobiju prave informacije. Da li su to provereni portali ili uvek možete i na sajtovima raznih ordinacija da dobijete reč stručnjaka gde vam je to merodavno i da se toga držite preporuke. A vasárnapi tanfolyamot a Bebiron központ szervezte, amely 4 éve nyújt ingyenesen tanácsokat leendő szülőknek. Szakértőik 24 órán keresztül válaszolnak a felmerülő kérdésekre. Okupili smo veliki broj trudnica, što je nama drago, znači da nam natalitet raste. I ono što smo vidjeli to je da će ove godine možda biti malo veći broj devojčica, bar po prisutnima ovde koji su pričali. Najviše pitanja ih je bilo vezano za dojenje, upravo ono što je i nama važno kao savjetovalište, to je ta podrška dojenju. A résztvevőket dr. Dragan Stájics, nőgyógyász, az Újvidéki Városi Tanács egészségügyel megbízott tagja üdvözölte, valamint szülői kérdésekre is felelt. Mi, kao ginekolozi, pediatri, babice, sestre, koji rade u porodilištima, u stvari treba da ih pripremimo za taj najlepši moment koji dolazi i zbog koga smo u stvari svi ovde. I naravno, sve ono što se tiče populacione politike i našeg uticaja na pozitivan natalitet, sve ćemo podržati. A Bebiron szakértőihez anonim intézhető kérdések Facebookon, Instagramon és Viberon is.